társasházak napja. Tűzvédelmi kérdésekben segítenek a katasztrófavédelmi kirendeltségeken. Őzgerinc, nyúl és bivalsajt. Hazai alapanyagokkal készül a Békés Csabai Séf a szakácsvilágbajnokságra. Betáncolták magukat a legjobbak közé, a döntők döntőjében a Csabai Nemzetiségi Néptánc együttes. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Másfél hete nem tért vissza engedélyezett távollétéről egy férfi a Gyulán található Békés megyei büntetés végrehajtási intézetbe. A 40 éves rab Németországba akart szökni, hogy ott vállaljon munkát. A férfi Budapestről a keleti pályaudvartól indult volna külföldre hétfőn délután, ám a Békés megyei rendőrfőkapitányság és a gyulai rendőrkapitányság rendőrei elfogták. A hódmezővásárhelyi férfit előállították, büntető eljárást indítottak ellene, majd visszavitték a Békés megyei büntetés végrehajtási intézetbe. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság idén is megtartja a Társasházak napja elnevezésű konzultációs sorozatát. November 6-a és 8-a között a katasztrófavédelmi kirendeltségeken a lakók és a közös képviselők személyesen tehetik fel kérdéseiket a tűzvédelmi szakembereknek. Bódi Csaba tűzoltó alezredes, a Békés Csabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetője elmondta, a program arra szolgál, hogy széles körű tájékoztatást nyújtsanak a társasházakban élőknek a tűzvédelemmel kapcsolatos használati szabályokról az ott lakók biztonsága érdekében. Tapasztalataink alapján a legtöbb problémát a közös területeken történő szabálytalan tárolás jelenti, tehát az itt elhelyezett éghető anyagok szabálytalan tárolása, illetve a menekülési útvonalak szabálytalan leszűkítése, valamint problémát jelent az egyes helységek, például tárolóhelységek nem megfelelő használata. November 4-e Nemzeti Gyásznap. 62 évvel ezelőtt ezen a napon vonultak be a szovjet csapatok Magyarországra, ezzel megkezdődött a forradalom leverése. Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjairól Békés Csabán is megemlékeztek. Magyarnak lenni, tudod mit jelent? Küzdelmet, fájót, véges végtelent. Mány Erzsébet és Farkas Mihály az 56-os forradalom két mártírja is a végsőkig küzdött a megtorlás időszakában. Békés Csabán november 5-én a két fiatal kivégzésének helyszínén, az egykori laktanya előtt a Kazinci utcában a Hősök és Mártírok emléknapja előtt tisztelegtek a lakosok. A megemlékezésen Ugrai Gábor történelemtanár felidézte az 1956. október 23-a utáni gyulai és Békés Csabai eseményeket, köztük is kiemelve Mány Erzsébet és Farkas Mihály tetteit. Mány Erzsébet és Farkas Mihály többet magukkal Gyulaváriba mentek. A határőröktől szerzett fegyverekkel a Fehérkörös hídjánál őrséget álltak, harci állást vettek fel. A pufajkások azonban nem mentek be a településre. A fiatalok, köztük Mány Erzsébet és Farkas Mihály, senkire nem lőttek, senkit nem sebesítettek meg. Mindezek ellenére a 16 fiatalt letartóztatták és katonai bíróság elé állították, majd kivégezték, idézte fel beszédében a történelemtanár. A város alpolgármestere elmondta, fontosnak tartja az emlékezés kultúráját, és hogy már fiatalkorban elültessék ezt a gyerekekben. A őseink nélkül, a múltunk nélkül, a múltunk ismerete nélkül a jelenünk semmit sem ér, a jövőnk meg gyakorlatilag élhetetlen lesz. Úgyhogy kapaszkodunk a múltba, hogy a jelenbe élhessünk és a jövőt építhessük. Talán ezt üzeni 56 összes mártírjait. Az emlékező gondolatok után a pártok és civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a Kazinci utcai emléktáblánál, majd a Berényi úti temetőben a mártírok sírjánál is fejet hajtottak tiszteletük jeléül. Értékrendszert, jövőképet és példaképet kell teremteni a gyerekeknek ahhoz, hogy jó döntéseket tudjanak hozni, mondta dr. Zoher Gábor Békés Csabán. A toxikológus több száz diáknak tartott előadást a megyeszékhelyen, ahol napjaink droghelyzetére is felhívta a gyerekek figyelmét.
Békés Csabán több intézmény is vendégül látja dr. Zaher Gábort ezen a héten. Az első előadást az Erzsébet helyi általános iskola Madách utcai intézményében tartották meg, ahol egész héten az egészségnevelés a téma. Szeretnénk olyan élményekhez juttatni a gyermekeket, ami nem csak arról szól, hogy valamilyen elméleti tudást ugye a fejükbe öntünk, hanem legyenek olyan pozitív tapasztalatok és olyan új információk is adott esetben, amelyeket nem csak mi pedagógusok, nem csak a szülők tudunk átadni nekik. A cél az, hogy minél többen tudjanak nemet mondani, hangsúlyozta a toxikológus. Dr. Zaher Gábor életszerű példákkal hozta el a fiataloknak a legfontosabb tudnivalókat a kábítószerekről. Minél többen merjenek egy hihetetlen egyszerű hárombetűs magyar szót kimondani, azt, hogy nem. Na most ez olyan nagyon könnyűnek tűnik, és azt gondolom, ez bárki ki tudja mondani. És a kérdés mikor, és hogy milyen tartalom van e mögött, hiszen mondjuk itt egy ilyen iskolai délelőtti rendkívüli osztályfőnöki órán egy kollektíven kimondott nem mondás, az tök jó. Csak van-e fajsúlya? A toxikológus hozzátette, nem ráijeszteni kell a gyerekekre, hanem életérzéseket kell közvetíteni, hogy aztán jó döntéseket hozzanak. Egy Európai Uniós projektnek köszönhetően két nap alatt közel 600 gyermek vehet részt az előadásokon. Békés Csaba akcióterületét érinti. Ez azt jelenti, hogy az akcióterületen élő hátrányos helyzetűek a fő célcsoportjaink, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy tájékoztassuk őket ezekről az előadásokról. Ezek leginkább prevenciós felzárkóztató előadások, és jelen rendezvényünk is 4 helyszínen fog megvalósulni. Dr. Zaher Gábor szerdán a Szent László utcai általános iskolába és az Andrássy Gyula gimnáziumba látogat. Formáljuk a jövőt, átalakítjuk a világot. Ez a címe annak az óriás plakát kiállításnak, amely az egyes építőmérnöki szakterületek legkiválóbb alkotásait mutatja be. A megyeszékhely főterén felállított 75 molinón az ország nagy építményei között két Békés Csabai létesítményt is láthatunk. A Vásárhelyi Pál szakgimnázium két osztálya is részt vett a kiállítás megnyitóján. A fiatalok közül volt olyan is, aki a mérnöki pálya iránt érdeklődik. Szeretnék építőmérnöki szakon tovább menni, ezen belül infrastruktúra építőmérnökre. Valószínű, hogy ez a Budapesti Műszaki Egyetemre fogom beadni jövőre a jelentkező lapot. Az építőmérnökök éve alkalmából tartott rendezvénysorozathoz a Magyar Építőipari Kamara is csatlakozott, azzal a céllal, hogy népszerűsítse az építőmérnöki szakmát a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében. 2011 óta gyakorlatilag felére csökkent a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnök karán a hallgatók száma. Az a célunk, hogy megismertessük, megszerettessük a szakmát ezeken az óriás molinókon keresztül, hiszen egy ilyen létesítményt, bármelyik projektet megtervezni, létrehozni, azt hiszem, hogy elég sikerélmény bárki számára, aki megnézi és végig gondolja, hogy mit jelent. Az óriás plakát kiállítás másik célja, hogy felhívja a figyelmet hazánk különleges létesítményeire, épületeire. Ugye eljutunk a munkahelyünkre, utána hazajutunk, esetleg tudunk átmenni hidakon, közelebbi célpontokat tudunk elérni, vagy kisebb távolságokon, épületekbe, építményekbe tartózkodunk. Ezeket elfelejtjük, hiszen természetes közegünk. Ezt próbálta a kiállítás bemutatni, hogy ezeket a teljesítményeket, ezeket a létesítményeket az építőmérnökség, mint tevékenység hozta létre. Szarvas Péter polgármester kiemelte, a mérnöki munka a technika fejlődésével felértékelődött az elmúlt időszakban, és bízik abban, hogy a Békés Csabai fiatalok közül is sokan választják majd ezt a szakmát. Szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy jöjjön el Békés Csaba főterére, nézze meg ezt a kiállítást, ahol két Békés Csabai nemrégiben átadott nagyszerű építőipari létesítményről is készült molinó plakát. A Békés Csabai vasúti pályaudvar látható most már ugye 3 éve régi szépségében a műemléki épületünk, illetve az Orosházi úti felüljáró is megtekinthető itt is. Az építőmérnöki szakma remek műveit bemutató 75 óriás plakát november 15-éig látható Békés Csaba főterén.
Mangalica fingerfooddal, azaz falatkákkal is készül a luxemburgi szakácsvilágbajnokságra egy Békés Csabai séf, aki tapasztalatszerzésért egészen az idei Bukozdórig elment. Fodor Mihály mögött komoly szakmai támogató csapat is felsorakozott, akik mindent megtesznek azért, hogy a magyar ételek és készítőjük világ sikerre tehessenek szert. Fodor Mihály rutinos versenyzőnek mondhatja magát, korábban olimpiai és világbajnoki ezüstérmet szerzett. Tavasszal Franciaországban a világ egyik legnagyobb szakácsversenyén is részt vett nézőként, hogy tapasztalatokat gyűjtsön. A közelgő megmérettetésen hidegkonyhai ételekkel kell készülnie. Menüjében főleg Békés megyei alapanyagokat használ fel, többek között őszgerincet készít majd. Igazából a különbség óriás, ide viszont aki a meleg konyhát jól ismeri, és a meleg konyhában el tudja készíteni a különlegességeket formailag, alapanyagokkal, az a hideg konyhában ezt ugyanúgy meg tudja mutatni. A séf felkészülését egy népes szakmai tanácsadó csapat is segíti. A Hungarikum programiroda célja, hogy megfelelő hátteret nyújtson a Békés Csabai versenyzőnek. Biztosítjuk a szállást, a helyszínt, segítjük őket a kiutazásban, a megszervezésében a versenynek, a versenymunkáknak, és fontos még azt is tudni, hogy például ebben az évben fotósép urat végigkíséri egy mesterfotós, egy olyan fotó sorozat fog készülni, amivel későbbiekben is tudnak dolgozni majd. A Békés Csabai étterem vezetése bízik abban, hogy a séf a versenyen szerzett tapasztalatait a mindennapokban is hasznosítja majd. Én úgy gondolom azt, hogy viszi a megyének is Békés Csabának a hírét, az azt jelenti, hogy az étteremnek is viszi a jó hírét, és bízom benne, hogy egy nagyon szép eredménnyel fog visszatérni, és ez a mindennapi menükbe és a mindennapi alakártos ételekbe és az ott szerzett tudástapasztalatot be fogja tudni építeni majd a jövőben. A megmérettetésen több mint 50 ország, mintegy 2800 nevezője vesz részt, csapatban vagy egyéniben. A viadal november 24-én kezdődik Luxemburgban. A Békés Csabai séf 3 nappal később mutathatja meg tudását. A Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttes bekerült a 12 legjobb együttes közé a Fölszállott a Páva című tehetségkutató műsorban. A zsűri az előző évadok legtehetségesebb résztvevőit hívta vissza a széria Döntők Döntőjének nevezett fordulójába. Gőzerővel készülnek az együttes tagjai a novemberi megmérettetésre. Most még csak a Csaba Gyöngyében gyakorolják a koreográfiát, de hamarosan egy egész ország előtt kell bemutatniuk tánctudásukat. A Békés Csabai Nemzetiségi Néptánc Együttessel a 2017-es évadban ismerkedhettek meg a műsor nézői. Akkor a csapat a középdöntőig jutott. Fantasztikusan éreztük magunkat, ezt az egész együttes nevében mondhatom. Igazából még soha nem volt ilyen tévéműsorban részünk, úgyhogy már maga az, hogy bejutottunk egészen a középdöntőig, az egy óriási lehetőség volt nekünk. Nem csak a csapatért izgulhatnak majd a Békés megyei nézők. A táncegyüttes egyik szólistáját is visszahívta a zsűri a legjobbak közé. Mindenképp azt szeretném, hogy az együttessel is és egyénileg is ugyanazokat a jó élményeket kapjuk, szerezzük, ugyanazok a jó élményekkel zárjuk a versenyt, mint akár a legutóbbi évben, vagy saját magam részéről az előző években. Az együttes vezetője elmondta, azért jelentkeztek tavaly a tehetségkutatóba, hogy kipróbálják magukat. Szakmailag azonban megtisztelő a csapat számára, hogy visszahívták őket. Szarka Zsolt hozzátette. A döntők döntőjébe a nézők szavazatai alapján történik a továbbjutás, és nem a zsűri kezében van a táncosok sorsa. 4,5 percben kell gondolkodni, ez a maximális időtartam, illetve nem lehetnek benne a táncon kívüli elemek, tehát ilyen színházi elemek, vagy bármilyenféle kísérő elem a néptáncnak, kísérő elemek nem lehetnek, de nem kizárólag néptáncot lehet bemutatni, ami egyrésztről jó, másrésztről nincs annyi izgalom benne, viszont ez a 4,5 perc azért megengedi azt, hogy egy igazán dinamikus előadással tudjunk bemutatkozni. A Csaba Nemzetiségi Néptánc Együttesre november 23-án az élőadás ideje alatt 7:30-tól egészen 3:45-ig a 10-es kóddal lehet szavazni. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!